Miskolc városvezetése meghirdette telepfelszámolási programját. De ez a program csak nyomort és hajléktalanságot eredményezett. Eltaszították a népet a nyomorba. Hát mert keletett a stadionnak a hely. A számozott utcákat a Diósgyőri stadion rekonstrukciója miatt számolják fel. A területen 60 család sorsa bizonytalan. Az önkormányzat megígérte, hogy 30 lakást felújít, de ebből eddig csak 4 készült el. Ha elkészül a további 26 lakás, ezzel akkor sem fogják tudni megállítani a tömeges hajléktalanságot és a gettósodást. Mi, civil jogvédők és aktivisták az antirasszista világnapon szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a folyamatos jogsérelmekre, melyek ma is érik a miskolci romákat a nyomortelepek felszámolása következtében. Az önkormányzat intézkedései folytán több mint 500 ember tűnt el az Avasról és a számozott utcákról. Ezeknek az embereknek jó része sokkal rosszabb körülmények közé került. A miskolci telepek jó részt romalakói létbizonytalanságban élnek. Tudni szeretném, hogy hol fogok élni a családommal egy év múlva. Melyik iskolába fogom gyermekeimet járatni? A nyomort számolják fel, ne az emberhez méltó lakatásukat. Egyelőre jogot kérünk mindenkinek. Ennyi. Ma mindjárt esett.